Sziasztok, Peti vagyok, aki nem ismerne, itt lakom a templomban. Lassan 17. hónapja, és minden nap egy új nap. Egyik nap sem egyforma, de viszont mindenképpen itt fenn a falon lássuk minden nap ugyanúgy egy jó nap, és minden napban van valami jó. Úgyhogy most egy viccel kezdeném. Józsi bácsi, tök részeg. <laughs> elmegy a házi orvosához, és hogy, hogy jaj, doktor, én olyan rosszul vagyok, mindenem is fáj. Szóval Józsi bácsi, hát maga tök részeg. Nem csoda, hogy fáj mindenem, meg rosszul van. Azt mondja, ráadásul egy hónap ezelőtt megfogadta, hogy soha többet nem fog inni meg, hogy új ember lesz. Jaj, doktor én olyan szerencsétlen vagyok. Hát kiderült, hogy az új ember is szereti a piát. Uh, igazából uh, ezt azért mondtam ezt a viccet, mert nagyon sokszor megfogadjuk, hogy mások leszünk, új emberek leszünk, sok mindenem változtatni fogunk, és uh, ugye bár ezt nagyon sokszor megszegjük, nem hiszem, hogy van ember itt a teremben, aki ne lett volna fogadalma, amit magával szembe megszegett. És uh, annyit tudni kell, hogy ha magaddal szembe megszeged, akkor mással szembe is megfogod, és ha magaddal szemben nem, akkor mással szemben sem. Ez az egyik legfontosabb dolog, és uh, zenbe ugyanúgy egy alappillér, hogy uh, amit mondunk, az úgy legyen, a cselekedet és a szavak egy irányba mutassanak, és ezeket uh, ne szegjük meg. Uh, még két történetet szeretnék nektek mondani, ami uh, személyes, és a családomban megtörtént, és valahol nagyon büszke is vagyok erre. Volt idő, hogy nem értettem, nem tudtam, hogy miért, de... Elég sok erőt tudok ebből meríteni. Az egyik a nagypapám, aki négy évig fogság volt háború után, az azt jelenti, hogy 48-ban jött haza, és ő egy orosz munkatáborban volt fogoly, és három éves volt, amikor meghalt. De viszont édes édesapám a nevét nekem adta, úgyhogy az egész nevem a papa neve. És papa nem volt egy egyszerű ember, mert százezerek, milliók meghaltak, ezt tudjuk, háborúban akár fogságban, és azt mondtad, nem? azt mondta, hogy élni fog. És uh, el tudjuk képzelni, hogy milyen körülmények lehettek ott. Lehet, hogy négy-öt napja nem övett, nagyon éhezett, uh, nagyon fáradt volt, és dolgozni kellett, a dolgát meg kellett tennie. És lehet, hogy egy őr alatt fölötte, és puskával a kezébe, és csak annyit mondod, hogy feküdj le, minden, ne szenved tovább, minek, minek élnél, hát már úgy is csak a lélek tart éged, és feküdj le, lelőlek, és jobb lesz neked. De azt mondta, hogy nem, én innen haza fogok menni. Mekkora erő kell ehhez, hogy egy ember így határozzon, és így összerakja magát, hogy ő azt fogja mondani, hogy nem, haza fogok menni, és hazajött. Igaz, hogy nagy fájdalommal és sok sérüléssel. És nem lett a legjobb apa belőle, mert édesapámat is nagyon keményen nevelte, de valószínűleg azért nevelte keményen, mert, mert tudta, hogy milyen kemény lehet az élet maga, és nem akarta, hogyha nehézségek, nehézségek elé kerül, akkor ne rájon meg, hanem bírja ki. Ezért kapott édesapám is ilyen nehéz nevelést. Ez volt az egyik ilyen történet, ami mindig motivál, hogy ne adjam fel, mert ő nem adta fel. És ha azok között, a körülmények között nem adta fel, akkor, akkor nem adjuk fel, mert én vagyok az óvodás, aki a homokozóba játszik, papa pedig az, aki a építkezésen irányítsa a, akár a GCB-t, vagy bármi más, a különbségekbe beszélünk, hogy ki milyen helyzetben van. hogy az én problémám az övéhez képest nem probléma, és minden megoldható. A másik ilyen történet ugyanúgy családban volt, és uh, Józsi bácsi, ez nem a vízből a Józsi bácsi, hanem ez, ez papám testvére, nagyon korán meghalt a felesége, és három gyerek maradt hátra. Az egyik, most nem tudom pontosan, öt éves volt, a másik tíz, a harmadik tizenöt, három testvér volt. És egyedül maradt Józsi bácsi úgy a három gyerekkel. És nagymamám nagyon sok gyereket fölnevelt a sajátjaink kívül, és itt is besegített ebbe a családba segített nevelni a gyerekeket, és Józsi bácsi rövid időn belül, ahogy meghalt a felesége, megbetegedett. És azt mondta neki az orvos, hogy fél év. Na most Józsi bácsi azt mondta, mert hát őt nem olyan falból faragták, hogy a doktor az nem úgy tudja, mint ő gondolja, és azt mondta, hogy ez több lesz, mint fél. Azt mondta, hogy amíg az utolsó ki nem járja a főiskolát, ő már nem fog meghalni. Ez 17 év volt a fél év helyett. Nagy, amikor szoktam mesélni, elnörültem ennek a történetnek, mert mindig mutatta és mondta, hogy Józsi bácsi felnézett az égre, sajátos hite volt, valószínűleg Istenbe, és azt mondta, hogy addig el nem viszel, amíg az utolsó ki nem járja a főiskolát. És addig el nem vitte. Rá egy hónapra halt meg, hogy az utolsó ki járta a főiskolát. Az 17 év volt. Azt mondta, hogy addig nem. Addig nem. Mert ahol nagy akarat van, ott az univerzum meghajol. Nem örökre, mert menni kell, egyszer menni kell. De amíg van cél, amíg van út, addig, addig nem. Addig nem megyünk el. Úgyhogy ez, ezek, a, ezek a történetek nagyon nagy erőt adnak nekem, és a családban több ilyen volt nálunk. És sokszor így elgondolkoztam, hogy hát neked mi bajod van valójában az életben, vagy, vagy neked van egy általán bajod. És elgondolkoztam, nincs. Még, de tudok magamnak csinálni, ha akarok, de minek? És a három gyerek, a legidősebb férfi az agrármérnök lett, a főiskola. A második, a nő, fő, főiskolai professzor. A harmadik, a legkisebb, alezredes a csehországi katonaságnál. Ő katonai pályafutás választott, katonai főiskolát. Úgyhogy mind a három elég komoly befutó lett, de valószínűleg a édesapjuktól tanulták azt, hogy nem adjuk fel. Most az ő gyerekeik, amit én tudok, nem találkoztam velük. Prágában az egyik nagyon komoly kutatóorvos a másik a Slovak Tatra Bankának a vezérigazgatója. Úgyhogy a családban elég komoly karéket futottak be az emberek, csak életem egy kis mosogató helyettes. <laughs> Ezt most így viccből mondom, de ma lassan mosogató lesz belőlem. <laughs> Úgyhogy igazából tök jó, és nagyon sok példa van a családunkban, hogy, amire nagyon büszke vagyok, hogy az emberek mit értek el, és nem adták fel. És igazából ezt, ezt a beszédet, ezt a bevezetőt ennek is akartam szentelni, ha ne adjuk fel. Vagy egy, vagy, vagy nulla, vagy élő, vagy hulla, vagy oroszlan, vagy birka. De ha oroszlan vagy, akkor arany szívű légy. Ha első vagy, akkor engedj mást is a dobogóra. Ha élő vagy, akkor segíts másnak is életben maradni. Ezek nagyon fontos dolgok hogy ha valamiben kivallunk a többi közül, akkor ezt a tehetséget lehet, hogy mások segítségére használjuk. Ez lenne a legfontosabb, amit nekem a zenés a mesterem megtanított. És remélem, hogy fogok tudni ebbe továbbra is kapaszkodni. Úgyhogy ne, ne adjuk fel, soha ne adjuk fel. Lesznek nehéz idők, lehet, hogy fogunk, én is szoktam. Lehet, hogy síni fogunk, én is szoktam. Lehet, hogy padlón leszünk, én is szoktam. De mindig van egy jobb nap, mindig van egy szebb nap. Ezt nem szabad szóval elfelejteni és általában ezeket kijelentem, akkor jön a padból. De nem baj, jöjjön. Jöjjön. Van egy nagyon jó szanga, aki segít, ugyanúgy Máté, vagy Kata, vagy Angi a konyhába. Most nem akarok ilyen oszkárdíjas gala köszönetet mondani mindenkinek. de, de köszönöm a támogatást, köszönöm a segítséget, nagyon sokat segítettetek nekem a változásba is. Hát és nem szeretném feladni. Úgyhogy szeretném továbbvinni ezt a dolgot. Szeretnék többet a szívemben lenni, mert a szív, a szív, az olyan, én mindig ezt úgy képzelem el, hogy a természet nem szabályos. Ez azt jelenti, hogy vannak hegyek, dombok, folyók, tavak, völgyek, az soha nem vonalzóval van kimérve. Mert ugye bár az elme szabályos, az elme szeretne mindent kockába látni, szép formákba, derékszögbe, stb. A szív az nem ilyen. A szív az van, hogy üvölt, van, hogy nagyon szeret, van, hogy szomorú és nagyon boldog. Azt, azt nem lehet logikával hozni, az, az szívből jön, de valahol igaz. És ha igazi szívből jön, az ma jó lehet, és az majd jó út megvilágosodás felé, de ne ez legyen a cél. Mondanák egy következő történetet igazából a gyakorlatra. Volt egy nagyon híres gurú, és volt neki nagyon sok tanítványa. És a tanítványok ugye már tudták, hogy ő ö, ismer egy mantrát, ami a holtakot életre tudja kelteni. És nagyon sokat faggattak, Mester, arról nekünk, hogy, hogy, mi ez a mantrát tudni szeretnénk, mi is segíteni szeretnénk az embereken, akár holtakat életre kelteni, arról már. Azt mondja, várjatok még, azt mondja, hát nem vattok rá elég érettek még, várjatok egy picit, ne siessetek, mind a nagymesterek mondják, hogy siess, de lassan siess, és hát nem akarta nekik elárulni, de addig fagadtak napokig, hónapokig, évekig, és akkor el, elárultam. Tehát mondta, hogy nagyon körültekintőek legyetek, ha használjátok, mert ez egyébként amilyen jó, olyan rossz is tud lenni, ha rossz kezekbe kerül. Ja, hát jó, megfogadtak, hogy ők már viszont akkor ezt jóra fogják fordítani, és úgy fogják kezelni, vagy úgy fognak vele banni, ahogy ezt kell. És egyszerre a tanítványok egy sivatagon mentek keresztül, és találtak csontokat, nagyon sok csontot, és ők úgy gondolták, hogy ezt, ezeket életre kell kelteni, mert jót akartak cselekedni. És mondták a mantrát, és mire észbe kaptak, a csontok farkasokkal váltak, és megették őket, hiába menekültek. Ez azt jelenti, hogy az helyett, hogy előtte a mester mondta nekik, hogy legalább egy-két órát meditáljanak, mielőtt használják, mert akkor a bölcsesség megnyilvánul, és fogják tudni, hogy ezt használják-e vagy nem. Ezt ők nem tették meg. Úgyhogy lassan sies. Mindenki szeretne gombnyomásra gurú lenni, meg gombnyomásra jobb lenni, meg változni, de ez sajnos nem megy. Ez nagyon hosszú idő, és nagyon sok türelem. Nagyon sok ülés, és nagyon sok fájdalom az ülésbe, amit ki kell bírni, ugyanúgy is nem szabad szóval feladni. Aki többet ült, az tudja, hogy ha jön a fajdalom a lábba, vagy bármi más test részbe, akkor előbújik a karma is. Akár az átkozódás, hogy ma megint fajsz, ma megint nem jó. De talán egy kicsit eh, szeretettel üdvözöljük, hogy szia kis fajdalom, megint itt vagy. <laughs> Milyen jó, hogy megint jöttél. Nem baj, majd lejük együtt csömbe és akkor várunk, majd elmúlik. Mert hogyha tudunk magunkkal igazából szeretettel és eh, együttézéssel bánni, és lehet, hogy ez egy kicsit ilyen cukorborsós volt, akkor tudunk mással is és mindig befelé. Ha bent üvölt, valami, ha azt kibírjuk, ha kint üvölt, és imán kibírjuk. Mindig a názabba bent itt. És ha elérünk egy bizonyos szintre, akkor majd a mester is elmondja a mantrát, ha kell, amit kell, amit tudnunk kell. De ez egy mester is kell, hogy lássa azt, hogy milyen szinten vagy, mert sokszor ugye van, nekem ma milyen jó, hogy ma mindent tudok, és a mester még rá is boldog, hogy igen, te mindent tudsz, azt a holnap után fogod a fejed, hogy aha, ennyire tudom, igen, milyen jó tudtam, se tudok semmit. És kb. Ennyit, ennyit a evolúciója arról a gyakorlatnak, fejlődésnek. Igazából um, egy jó pillanat meg tud változtatni egy, egy napot, egy nap meg tud, meg tud, változtatni egy életet, és egy élet meg tud változtatni egy világot, Lást Krishna, Jézus Buddha. És nem azt mondanám, hogy mind legyünk azok, de egy élet is tud sok lenni, ha sok jót akarunk tenni. De tud kevés is lenni, ha semmi jót nem akarunk tenni. Úgyhogy igazából nem tudom elmondani nektek, hogy milyen ízű az alma, azt oda kell, hogy adjam, hogy valahol hogy megkóstoljátok, mert nem lehet elmondani. Ez, Üléssel, gyakorlattal, sok együttérzéssel meg kell nyitni a szívet. Ez a legfontosabb, ami sokszor fájdalmas, sokan nem merik. Én is meg csak nyitogatom, csukogatom, úgyhogy ez, ez ilyen. De ha van bátorság, egy idő után fogjátok látni a fejlődést, és ezáltal a hit is fog növekedni. És ez is nagyon fontos, mert ha valamit megfogadsz magadnak, legyen, legyen az bármi ha a zenész vagy, gyakorolni fogok fél órát naponta. Nem kell, hogy itt két, három, négy órákat fogadj meg, mert kis léptekkel kell ezt járni. <kül> ha edzel, napi tíz fekvőt, az elég, de az a tíz legyen meg, vagy ha harminc, akkor az a harminc legyen meg, és ezt tartsd be. Nem, nem, kell már is meg az ez kötél nélkül, de, de, legyenek ilyen apró fogadalmak, és akkor idővel fogjátok látni, hogy mégis képes vagyok rá. És tudom, és, és tényleg képes vagyok rá, apró léptekkel, mert ha túl sokat rakunk a saját magunknak abba, az, az úgyse fog menni, az úgyis összeomlik. És akkor megint csak egy csalódás lesz belőle. De ma a 20, holnap 30, holnap után ma 40, vagy akár hónaponta valcsátok, de lassan az a hit fog nőni, hogyha betartsátok magatokkal szembe ezeket a fogadalmakat. Sokszor van úgy, ugye bár ezt tegnap hallottam Magditól, és ez nagyon megtetszett nekem, hogy van, van Gogh azt mondta, hogy mindig az az érzésem volt, hogy nem tudok festeni, de én csak festettem. És addig festettem, míg ez az érzés elmúlt. <laughs> Úgyhogy mindig az az érzése volt, hogy nem tudok főzni, de főzök, és addig főzök, amíg az érzés majd elmúl. <laughs> Úgyhogy valahogy így, és igazából idővel úgy is fog jönni az a hit, mert Józsi Bács és nagypok megmondtak, hogy addig nem. Úgyhogy egy idő, vagy belehalok, vagy megcsinálom, milyen egyszerű. Két lehetőség van az életnek, vagy ezt elfogadja, vagy én halok bele ilyen. <laughs> Más nincs. Ugye ez kell egy kis kemény fejűség, meg um, akarat, ugye van az ember, meg egy világos cél, mert kőművesből nem lesz festő, és festőből kőműves, úgyhogy azért azt is kell látni az embernek, hogy olyan célt tűz ki maga elé, amit valójában tud vallani és tud csinálni, vagy esetleg olyat, amit hiába is fog akarni elérni, nem fogja tudni. Úgyhogy remélem, hogy egyre többen maradtok az úton, és fogjátok csinálni ezt a gyakorlatot, és bíztok benne, és fog segíteni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.